Üdvözlet mindenkinek, itt egy Robi Kenzer 1, pmrradio.hu. Sziasztok! A Goldspring GS 7700 UV típusú kétsávos VHF UHF rádióját szeretném nektek bemutatni. Alap kiszerelésben a csomag tartalma egy darab rádiótest, a dokkoló töltő USB kábellel, van egy Kenwood kompatibilis headsetünk, és egy fali töltőnk is van most már, ami ajándékba jár a készülékhez a cégtől, és van egy 1200 mAh lítium-ion akkumulátorunk, 7,4 volttal 8,2 voltig töltődik, és van egy 19 cm-es hajlékony antennánk. Ez az alapcsomagnak a kiszerelése. És a rádióról, rádiótest alap szokványos műanyagház, Kenwood kompatibilis headset csatlakozóval, ugye porvédő és páravédő gumitömítéssel, hangerőváltó és bekapcsoló gomb. Itt egy alapvető kis apró hiányosság, amit én észrevettem, hogy teljesen nem lehet lehalkítani a készüléket, tehát van egy alap hangerő, ami dolgozik. A készüléknek a bal oldalán színes gombok, jól láthatóak, ugye a PTT gombunk, van egy zajzár gombunk, és van egy kijelző váltó, A és B kijelzőre váltó gombunk. Kijelzőt azt itt látjátok, egy kétsoros kijelző, jobb oldalt föl az akkumulátorjelzés, ami megint egy apró kis hiányosság, hogy az akkumulátorjelzésünk nincs DC volt jelzésünk, csak maga az akkumulátor ikonunk van, ami a fuxingokhoz és egyéb rádiókhoz hasonlóan szereti az utolsó pillanatban mutatni azt, hogy merülök. Az egysávos verziójához képest, ami ugye egy KF szűrős rádió és nem DSP-s, itt viszont van DC volt jelzésünk, tehát itt látjuk azt is, hogy hány volt van a rádióba. Tehát ez viszont egy kétsávos rádió, DSP-s rádió, jó zárással, tehát szépen lágyan zár már a zajzár, nincsen csattogás. Elnevezhető alfanumerikus memóriákkal, tehát mindegyik memóriacím elnevezhető. Egy teljes értékű billentyűzettel. Csatornaváltó és memóriaváltó gombok a hangszórónak a bal oldalán. Van egy mikrofonrésünk, teljes DTMF-es billentyűzetünk. És ugye a készülék hátulról. Nem nagy készülékről van szó, egy kellemes fogású, könnyű rádióról van szó. És annak ellenére, hogy DSP-s 0,16 mikrovolt a vételi érzékenysége, úgyhogy nagyon jó a vevő érzékenysége. A hangszóró hang az megint szép, tehát kellemes, nem doboz hangú, és a mikrofon hang is teljesen jó. Ezt most ki is tudjuk próbálni itt a balatoni papagájon. Csinálunk egy audio tesztet. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, egy rádió audio teszt, egy Robika 1001 GS 7700-as UV rádióval 8x12 balatoni papagájon. 1-es, egy rádió audio teszt, egy Robika 1001 GS 7700-as UV rádióval 8x12 balatoni papagájon. Ugye az alap sistergés, térerő S-jelzésünk, az szépen teljesen kiment, hát nincsen messze tőlem a papagáj. Térerő S-jelzőről annyit kell tudni, hogy egy sokszegmenses, 9 szegmenses kijelző, és a gyengébb állomásoknál, értem azt itt gyengébb állomás, hogy távoli állomásoknál, nagyon szépen mutatja a vett S-értéket, tehát szépen szegmensenként lehet látni, akár egy komolyabb rádiónál. Lehetne még rajt finomítani, de ez mondjuk egy Voxunhoz, vagy egy Puxinghoz képest már lényeges nagy különbség, hogy szegmensenként lehet látni, és nem csak félig vagy tehát nem csak félig vagy egészig megy ki, hanem szépen szegmensenként ugrálva jön elő. DTMF hangunk is teljesen jó, hogy ezt is ki tudjuk most próbálni, csak adásba megy ki a DTMF hang. Én most narrow módba használom a rádiót,
Hát most a mikrofon érzékenységről annyit, hogy én körülbelül egy ilyen 50 centire vagyok most a kamera mögött, és nézzük meg, hogy így mi hallatszódik. 1, 2, 3, 4, egy audio teszt a rádiótól megközelítőleg egy 40-45-50 centiről. Na hát itt már gyenge volt a moduláció, de egy 50 centiről is normál hangerővel szépen rá lehet szólni. Antenna csatlakozó, amit még elfelejtettem mondani, régebben sokan megkiabáltak, hogy fú, mert antenna csatlakozót mindenki be tud mutatni. De egy fontos lényeges dolog, hogy milyen antenna csatlakozó van a rádión. Normál SMA csatlakozó van, tehát akár a Jézsú, Icom és Kenwood rádiókon, tehát nem fordított, hanem normál SMA csatlakozó van a készüléken. Menühasználat, funkciós set. Ugye egy alapvilágos fehér háttérvilágításunk van, lépésköz, zajzárállítás, akkumulátor kimélő, ugye a teljesítménybeállítás, Roger bipünk is van, van adásidőkorlátunk, van voxunk, van bipünk, van TDR-ünk, ugye a TDR az a dual kijelző figyelést jelenti, hogy most mind a kettő menjen, és itt egy érdekesség, hogy nagyon-nagyon gyorsan, szinte azonnal visszavált a master kijelzőről a segéd kijelző vett vételkor, tehát nem maradott egy fél másodpercig, vagy egy másodpercig, abban a minutumban visszavált, és be is lehet állítani, hogy melyiken induljon el az adás, tehát lehet választani master frekvenciát. Ugye TX kódunk, RX kódunk, CTCSS DC kódállítás, a DC-ből ugye van a reverse kód is, a fényerőt, vagy jobban mondva a háttérvilágítást lehet állítani, van PTT ID-nk, ugye ENI kódot is lehet állítani a készülékbe, a kijelzőnek meg lehet választani, hogy frekvenciát, vagy memória számot, vagy esetlegesen az alfanumerikusan elnevezett csatorna nevet mutassa meg. Kenwood programozó kábellel lehet a készüléket programozni, és a BAO B5-nek az átdolgozott programozó szoftvere van hozzá. Attól függetlenül, hogy a BAO-nak a szoftvere viszi, egy teljesen más készülékről van szó. És a szokásos beállítás és menüfunkciók vannak még. Ugye a Wide Narrow mód állítás, ami nagyon szépen elkülöníthető. 5 kHz, 625-ös lépésköz is benn van a készülékben. Röviden ennyit a Golden Spring 7007-es UV készülékről. Tehát két hiányosság, ami hát igazából csak egy ilyen apró szösszenetnyi hiányosság, hogy nem lehet teljesen lehalkítani a készüléket. Tehát van egy alap hangunk. Ezt mindjárt próbálom megmutatni. Hát igazából ez az alap. Ez most kamerán keresztül hangosnak fog tűnni, de egy normál alaphangerőn áll be a rádió. A másik érdekesség ugye az akkumulátorjelzés volt még, amit észrevettem, hogy nem lineáris az akkumulátorjelzés, hanem nagyon-nagyon, amikor már 7 volt környékén van az akkumulátor volt, akkor jelzi ezt vissza. De ez ugyanúgy a Voxung és a Puxing rádióknál is előjött. Ettől függetlenül attól, hogy egy DSP-s rádió 0,16 mikrovolt az érzékenysége, és nagyon szépen lágyan zár a zajzár, ezt most itt lehetett hallani, nincsen csattanás a zajzárba, és ráadásul most CTCSS nincs is beállítva vételi oldalon. Teljesen lágyan zár a zajzár, úgyhogy egy kellemes, kicsi, könnyű és egy jó áru készülékről van szó. Na, Golden Spring GS 7007-es. Üdv mindenkinek, sziasztok! Robi Kezer 1, Alihó!